Felújították a kolozsvári Farkas utcai református templomot, amelyet augusztus 16-án 12:30-kor szentelnek fel Kató Béla püspök jelenlétében a kolozsvári Magyar Napok keretében. A munkálatok befejeződtek, a technikai átvétel megtörtént, a felszentelésig az utolsó simításokat végzik el. A 15. században épült templom 1622-ben került a református egyház birtokába, amikor alapos felújításra szorult. A 20. században kétszer is restaurálták, először az 1910-es, aztán az 1950-es években, azonban az elmúlt esztendőben ismételten felújításra szorult.